Számtalan gondolat, irányzat, vallás létezik a világon. Ezek között elég komoly, látszólagos különbség van, tudományt már nem is számolva ide. És ezek között szerettem volna egy szintézis modellt összerakni, amik egymásra fektetik a már meglévő egyezéseket. De ez a modell egyelőre várat magára. Ehelyett egy párhuzamos utat indítottam el, ami már azért évek óta zajlik bennem, ez pedig a világ működésének a modellje. Ezt a modellt egy prezentációban raktam össze, egy nagyon látványos, bár elég amatőrnek tűnő, hiszen csak képeket vonultat föl, egy ilyen prezentációban raktam össze, ami elég elgondolkodható és elég mély tartalma van. Felvonultatom benne azt, hogy milyen hatások érik az embert, felvonultatom benne azt, hogy azok a hatások jöhetnek a természet felől, jöhetnek az emberek felől, illetve jöhet magától a test felől, és mi sokszor nem tudjuk és csak kavarjuk az érzéseket, hogy azért vagyok rosszul, mert éppen villámlott, vagy azért vagyok rosszul, mert valaki csúnyán nézett rám, vagy éppen görcsöl a gyomrom, és sokszor keverjük. Ez a prezentáció elég hosszú. Ha valakit érdekel, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan válik a gondolat valósággá, hogyan hatnak egymásra emberek, hogyan hat aztán annak az embernek a válaszreakciója ránk, és hasonló kérdések, az nézze végig az alábbi linken. Jó szórakozást és nagyon komoly gondolkodást kívánok hozzá!